Köszöntök mindenkit! Most érkezett friss hír, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében azt közölte, hogy szigorítások várhatóak a vendégmunkás kérdésben. Egész pontosan arról van szó, hogy bizonyos munkaerő közvetítő cégeknek megtiltanák a tervek szerint, hogy harmadik országbeli vendégmunkásokat hozzanak be. Egész pontosan úgy szól, hogy magánmunka közvetítőknek lesz ez tilos. A részletekre egyelőre még várni kell, az a következő napokban fog kiderülni, de egyértelműnek tartjuk, hogy a Mi Hazánk nyomás gyakorlásának is köszönhető, hogy a kormány gyakorlatilag már másodjára, amikor még tavaly visszakozót fújt a vendégmunkás törvény esetében, másodjára is visszakozót fúj. Ez mutatja, hogy van értelme az ellenállásunknak. Dokumentálható, igazolható, hogy a Mi Hazánk mozgalom volt az, amelyik az elejétől fogva felszólalt a vendégmunkások behozatala ellen. Számos videót, riportot, megszólalást tártunk a nyilvánosság elé, úgyhogy még egyszer mondom, van értelme a nemzeti ellenállásnak, visszakozót fújt a kormány, ez a Mi Hazánk sikere is, viszont azért azt is el kell mondani, mert ismerjük a fideszes politikát, a fideszes politikai taktikázást, hogy nyilvánvalóan nem tesznek le arról, hogy vendégmunkásokat hozzanak be Magyarországra, ugyanis a Fidesz a globális nagytőke szolgálatában áll, ezért nyilván ugyanúgy nyomon fogjuk követni az eseményeket, és arról is beszélni kell, hogy a több mint 100 000 vendégmunkás, aki már itt van, róluk nincsen szó, hogy hazamennének-e. A Mi Hazánk mozgalom őket is haza küldené, hogy magyaroknak tudjunk adni munkát, de ez most egy Mi Hazánkos részsiker, de megyünk tovább, mert megbecsülést a magyar dolgozónak, vendégmunkások helyett ez a jelszónk, és ez is lesz.